Jött egy dal, egy új, a fejembe csak úr, és remélem, hogy úgy alakul, hogy ma együtt énekeljük a bajokat, most félre tesszük, mintha nem is lettek volna ideje, hogy forduljon át a kocka, hogy ma tényleg egymásnak éljünk, tudni, hogy ez lesz a mi évünk. Szóljon ez most rólunk, olyan sok még a dolgunk. Hey, te vagy a kedvenc dalom, a riffem, a szövegem, a hangulatom, elénekellek, eljátszalak, álmomban már hallottalak, neked én leszek a kedvenc dalod, a riffed, a szöveged, a hangulatod, a percek, a tercek, a közös tervek, részem napok, hajnalban veletek futok, a mosolytól szép arcunkon a ránc, ne érjen véget ez a románc. Zúzzunk, hűvölcsünk, mindenki jó arc közöttünk, tőletek kapok új erőre, ha egyet hátra, százat előre. Szóljon ez most rólunk, olyan sok még a dolgunk. Vendégünk Sicu, Kitti és Réka, sziasztok lányok! Sziasztok! Sziasztok. Ha nem tudnánk, hogy új taggal bővültetek, akkor mondhatnánk azt, hogy egy kakukktojás is itt ül a kanapén Réka személyében, de azért Réka, te nem vagy teljesen új tag, hiszen azért több koncerten már ott voltál a macskákkal, a vasmacskákkal, de mégis mikor vagy miért döntöttél úgy, hogy akkor stabil, osztopos tagja szeretnél lenni a csapat? Vagy miért döntött a zenekar úgy? Jó kérdés. Köszönöm a kérdést. Igen, nagyon régóta vagyunk már barátok a lányokkal egyébként, magánéletben is. Zenében is nagyon sokat dolgoztunk már együtt korábban, mint Vasmacska, Dálmalárma projektekben is egy csomóban részt vettem már, gyakorlatilag az elejétől. Van egy kisfiam, egy nagyon édes kisfiam, aki amikor megszületett, akkor igazából nem tudtam volna aktívan részt venni miatt a zenekar életében, de mindig kisegítettem őket, amikor olyan helyeken léptek fel, ahol erre szükség lehetett. Úgyhogy egy idő után azt vettem észre, hogy gyakorlatilag már minden koncerten ott vagyok, tehát miért is nem tudnám megoldani? Tehát az, ami az elején nehézséget okozott, az nyilván, ahogy egyre nagyobb a gyermek, ez elmúlt, úgyhogy felajánlottam magam. És a lányok rögtön igent mondtak. És lecsaptak. Na jó, gyere, már úgyis mindig ez vicces volt, igen, úgyis nyilatkoztuk le egyébként, hogy felvettünk egy videót, hogy és Réka úgy döntött, hogy most már oszlopos tagja a zenekarnak. És mi mit mondtunk erre? Nyilván örültünk neki. Nyilván nagyon, örültetek, mert itt vagytok, igen. Hát hátráltatni nem akartam őket, ez volt igazából. És onnantól, hogy már nem volt hátráltatás. Mondhatjuk azt, hogy nagyon hajtós nyaratok van, koncert hátán, és hát semmiképp nem mondhatjuk rátok, hogy egysíkúak a koncertjeitek, de azért vannak történetek, azért megvannak nekünk itt a belső információink. Meséljetek egy kicsit, mert én úgy tudom, hogy Vikivel kapcsolatban volt egy igen extrém érdekes koncertélmény. Az egyik olyan koncert, amit a legjobban vártunk a nyáron, egy motoros találkozó volt, és tudtuk, hogy sokan lesznek ezen a motoros találkozón, és Viki reggel bejelentette, hogy lázas. És mondta, hogy nem érdekli, akkor is letolja, csinált tesztet, hál' Istennek negatív lett, mindenki hát időzőjelben megnyugodott, és még a koncert előtt 15 perccel is lázas volt. Tehát nem ment le a láza, semmi nem vitte le, és akkor a beteg ápolók segítségét kértük, hogy segítsenek nekünk, valamit csináljanak, és akkor infúzió. Álljanak be dobolni. Valakit, igen. Igen, és akkor Viki mondta 5 perccel a koncert előtt, infúzióra kötötték, és mondta, hogy mindenféleképpen megcsinálja, nem fogjuk csúsztatni a koncertet, semmilyen alternatíva nem jöhet szóba, ő fogja. És úgyhogy a kanüllal a kezében, mondta, lekapcsolták az infúzióról, és kanüllal a kezében letolta a koncertet, majd utána visszafeküdt a betegszállítóba, és lefolyt az infúzió. És egyszer sem ütött mellé? Én nem erre figyeltem. De hát pont azért vagytok ti vasmacskák, de hát bárcsak ennyi történt volna ezen a koncerten, de hát ott azért Kitti, te sem voltál a topok topján, meg Esitú, te sem, nem? Nem zeneileg, mondjuk. Nem zeneileg. Megvédem a lányokat. Nem.
Hát igazából az úgy kezdődött, hogy Sicu volt először beteg a próbán a hétvégi koncert előtt, amit mi valószínűleg a Vikivel elkaptunk. De én azért ennél sokkal könnyebben kijöttem belőle, nekem csak egy ülemelkedésem volt valószínűleg, de az is csak másnap derült ki, hogy ott rosszul éreztem magam. De... És én sem voltam annyira beteg, én is csak ilyen kis köhécselés, és azt nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle. Ja, nem. Ha már a koncerteknél, buliknál tartunk, akkor ki tudnátok emelni idén olyan koncertet, ami a legjobb volt, vagy amire a legbüszkébbek vagytok? Ez a koncert volt? Egyébként ez. Ez, hogy mindenféle nehézséggel együtt olyan jó hangulatú buli kerekedett, és olyan jó, sokan voltak, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, hogy ez, amit vártunk, és ez is sikerült a legjobban. Az imént láttuk és hallottuk a legújabb dalotokat, a Százat előre. Meséljetek erről, hogyan született ez a dal. A videoklip is nagyon jó kis pörgős lett, azért több szituációban látjuk a lányokat, vagy hát benneteket. A szövege, nem is tudom, hogy a zenei része, az szerintem a szövegre épült talán, vagy azzal kezdődött. Igen, a szövege. Igen. És a szöveg az úgy íródott, hogy amikor összeálltunk így öten, vagyis illetve akkor még négyen, akkor annyi, hát Százat előre, végülis az a mondani valója, vagyis hát ilyen nagyon lelkes pillanatomban írtam ezt a szöveget, mert hogy... Hallom a fülembe egyébként, annyira megragadó. Én hallom a fülembe egyébként. Igen, hogy voltak visszalépések is, meg hogyha vannak akadályok, akkor is, ha hátralépünk egyet, akkor viszont Százat előre legalább, és így négyen ezt véghez is tudjuk vinni, most már öten, meg pláne. Bírjátok Sicu tempóját? Hogyne. Nem szabad bírni. Olyan közel vagytok. Viszont ez a dal is már rajta lesz a hamarosan megjelenő albumotokon. Igen. 2014-ben volt az első album, igen, azért hát ez váratott magára ez a második. Meséljetek erről, hogyan állnak a munkálatok, hány dal lesz rajta, és mikor vehetjük végre a kezünkbe. 10 plusz 2 dal lesz rajta, az egyik egy régi Vasmacska dal és egy Sicu bendes dal, a többi az mind abszolút új. Hát nem tudom, két hónap múlva már biztosan szerintem. Igen, most már a felvételekkel megvagyunk, most a keverésre várunk, amit a férjem csinál, aki szintén elfoglalt, úgyhogy sajnos ilyen elfoglaltságok miatt csúszik egy kicsit, de azt beszéltük, hogy nem fogunk rajta görcsölni, hogy mikor jön ez ki, hanem majd... Jöjjön majd az a lemez, hozzátok el hozzá. Gyertek el újra hozzá. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.